Kidüllett szemmel bámultam a hajóra. A rapparttól kicsit eltávolodva, fényesen kivilágítva horgonzott a tezsón. Noha már egy hete Lisszabonban voltam, még mindig nem szoktam hozzá, hogy ez a város ilyen gondtalanul ki van világítva. Azokban az országokban, amelyekből jöttem, a városok éjszakánként feketén lapultak, mint a szénbányák, és egy lámpa a sötétségben veszedelmesebb volt, mint a középkorban a Pest is. A 20. század Európájából jöttem. A hajó személyszállító gőzös volt, rakományt vett fel. Tudtam, hogy másnap estére van kitűzve az indulása. A rakparton, a csupasz villanykörték éles fényében halmokban állt a hús, a hal, a konzerv, a kenyér, meg a zöldség, a fedélzeten munkások cipekedtek, és egy daru olyan hangtalanul lendítette a magasba a ládákat meg a bálákat, mintha nem is volna súlyuk. A hajó úgy készült fel az útra, akár egy bárka a vízözön idején. Valóban bárka volt. Bárka volt minden egyes hajó, amely az 1942-es esztendőnek ezekben a hónapjaiban elhagyta Európát. Az Ararát hegye Amerika volt, és az áradat napról napra emelkedett. Németországot és Ausztriát már régen elöntötte. Lengyelországban és Prágában magasan állt, Amsterdam, Brüsszel, Kopenhága, Oszló és Párizs is elmerült már benne, Olaszország városai bűzlöttek tőle, és Spanyolország sem volt biztonságban többé. A menekülteknek, akiknek az igazság, a szabadság és a tolerancia többet jelentett, mint a haza és az egzisztencia, Portugália partja volt az utolsó menedéke. Aki innen nem tudott eljutni az ígéret földjére, Amerikába, elveszett. Feltétlenül elvérzett a megtagadott be- és kiutazási vízumok, az elérhetetlen munkavállalási és tartózkodási engedélyek, az internáló táborok, a bürokrácia, a magára hagyatottság, az idegenség és az egyes emberek sorsa iránt tanúsított szörnyű általános közöny dzsungelében. A közönyében, amely elmaradhatatlan következménye a háborúnak, a félelemnek és a nyomornak. Ebben az időben az ember már nem volt semmi. Egy érvényes útlevél. Minden.